Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Február 3-án ünnepeltük Brückner Ákos előtt tiszteleti szerzetes pappá szentelésének 60. évfordulóját. Ez egy köszöntés volt, ott volt Udvardi György, Veszprém érsek, Spány Antal megyés püspök és nagyon sok mindenki, rend és paptársai természetesen. És a következő három adásunkban egy beszélgetést láthatnak ki mással, mint Brückner Ákos előadat. Hát nagy tisztelettel köszöntöm, örülök, hogy itt van velünk. Én köszönöm a lehetőséget. Ez a 6 évtized azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos számunkra, mindannyiunk számára. Fontos ez Budapesten, fontos Győrben, fontos a tiszteleti rendházban, és hát természetesen a tiszteleti Szent István gimnáziumban, hiszen 2011-től itt van köztünk. Igen. No, hát evezz a mélyre. Én azt gondolom, hogy mindig a család az első. És amikor arról beszélünk, hogy édesapja és édesanyja megismerkedésétől indulva, akkor azt hiszem, hogy az eleve elrendelés volt ez az amerikánás bál, ahol ők megismerkedtek. Hú, miket tud rólunk, köszönöm szépen. Nagyon kedves ezt említi. Hát apám, még az ő édesapja, a nagyapám, még Bamberg és Bayreuth közötti helyről, Burgonstadttól jöttek Magyarországra, akkor ez egy számukra egy kívánatos lépés volt, hogy jobb legyen az élettér, hogy legyen a megélhetések alkalma. A családnak két ága alakult ki, egyik Budafokon, ők nagyon nagy arányú pincészettel foglalkoztak, püspöknek, előkelőségnek forgalmazták a különféle borokat, és tudjuk, hogy ez a bor katakomba az övék volt. Az én ágam, az a másik ág, az viszont nagyapám révén egy vendéglős szolgálat volt. Kecskemét utcában, a 6-os számban még most is van egy vendéglő, legutóbb még volt biztosan. Alföldi vendéglő néven szerepel tovább, de akkoriban ez egy ilyen belvárosi kis vendéglő volt. Nagyon nagy segítőkészséges, nagyon nagy fegyelemmel. Nem szolgáltak ki italos embert, azt nem kívánták, hogy ott lazulni lehessen. És az is jó volt, hogy a szomszédban volt egyetemi templom, apám oda átmenegetett, ezt azért el is meséltünk, hogy a nagyszombati szertárson szívesen vett és exultett, egész életét betöltő ilyen ujongás volt. Tehát ezek ilyen adottságok. A nagymama egy kicsit szigorú valaki volt, Párdubisztrát valahonnan Morva határból jött ide közénk, és nagyon szeretetteljes valaki volt. Hát a nagyapámat nem ismerte, még az első világháború végén elhunyt, és minden oda veszett ez a háborús kölcsönökkel, ezt mondja a Csáli fáma. A nagymama pedig szerényen élt a Szobieszki János utcában, tehát az Üllői út környékén, olykor meglátogattam, ő meg gyakrabban jött hozzánk. Még nem lett elfelejtő, az a sósfürdői sétát, egész másodakkor még ez a mai Szent Mekkorász környéke. Oda sétáltuk el, és ő ide dúdolgatta azt az éneket, amit ő megszeretett. Kék ne felejtsd meg, stb. Hát ezek az élmények segítettek engem egyik oldalról. Hát apám ebből a világból való, anyám pedig Aradról. Hát, hogy Arad, ugye Trianon óta ez egy nagyon megrázó év, nem csak 49 óta és a kivégzések óta, ugye a 13. aradi vértanú, az ember sorsát azért érinti, vagy legalábbis a lelkvilágát. Nagymama élt, még a nagyapámat ismertem egy nagyon rövid ideig, mert őt berángatták a frontra, az a bizonyos isonzói csaták egyikében ő is ott volt, meg is sérült, viszonylag fiatal halt meg, banktisztviselő volt, egy szerény házat építettek fel ott a központtól nem nagyon messze, el lehetett közel jutni a minoriták templomában, nagyjából oda járt, és ő, aki korábban szerb származása miatt ortodox volt, nagyapa kérésére katolizált, mert hát a leányával törődni akart az apa, akkor is a távol kellett mennie. Érdekességet mesélt, hiszen az édesanyja, mint szekrekúr növendék, mondja, igen, hogy Prohászka Ottokár jegyében úgymond találkozott az édesapjával. Ez így igaz. Tehát amikor apám végzett már, volt akkor egy olyan intézmény, vagy olyan közösség, egy eszményi diákszövetség, persze akkori paraméterek között, akkori stíláris jegyekkel, társadalmi ilyen
jegyek, volt egy kis zöld sapkájuk, meg én nem tudom, mindenféle jelvényük. De igaz hozzá, hogy ez az amerikána, ez az egy ciszterci alapítású volt lényegileg, és Kébezer Kuno városunknak a neves szülöttje, ugye nem is született Kébezer, de neveltje, ugye iskolánkban járt a Kébezer Kuno, és ez részlet ebben, és meg is ünnepelte, mikor az iskola már 200 éves volt, 1924-ben, és elmesélte a Kébezer Kuno, hogy itt az iskola, amikor bekerült kisdiákként, akkor az igazgató, ciszterci igazgató kézen fogta, átvitte a templomba, és a templom közepén megálltak, és elmondtak közös egy mi atyánkot. Ez méretetlen mély élménye volt, és ezzel eldicsekedett, amikor mint miniszterként itt járt. A sorsunkhoz ez hozzátartozik, egy szép örökség. Na visszatérve, egy amerikánás jellegű bál volt, tehát egy ilyen diák szövetségi bál, ahol a fiatal végzett mérnökök, vagy más szakmaemberek, intelligencia vehetett részt, és ott a tánc során apám rátalált édesanyámra, akit Aradról fölhoztak el az alkalomra, és amikor ott táncoltak egyre a Schlitzschuh Eifernek a dala, már ezt is tudom, ahogy mondták, akkor apám valahogyan prohászkára terelte a szót tánc közbe, hiszen ott volt az ő halálos rosszul létén az érzmény templomban. És anyámat annyira meglepte, vagy annyira a szíven ütötte ez a vallomás, ez a hitbeli szemlélet, hogy hát nagyon nyitott szívvel figyelt rá. Hát így költök aztán később össze, február 1-én történt ez esemény, és ezt a családban szoktuk emlegetni. Igen, hát édesapja ugye mérnök bált említett, édesapja hangmérnök. Igen, igen, volt, ráadás, akkor úgy kezdte, igen. Az egy, én azt gondolom, hogy ez egy különleges hivatás volt abban az időszakban. Hát egész ritka, mert még nem volt igazán kialakult képzése erre, ő gépészműnek készült, de hát rögtön az ellen egy ilyen lehetőség akadt. Kovács és Faludy nevező filmszínház, filmművészeti intézményben ott szerepel, szolgált, és biztos sokat számított. Lór Ferenc volt később ennek az ágazatnak a nagy szakértés, később nagy öregje, nagyon jó barátok voltak egymással. Tehát volt egy bál, igen. És megismerkedett a két fiatal, szerelemre nyúltak egymás, igen, iránt, ez nem is lehetett vitás, a későbbiek tükrében semmiképpen sem, de hogy folytatódhatott a kapcsolatuk, hiszen édesanyja aradi volt? Hát nyilván ugye később az esküvő után ide költöztek egy olyan lakásban, ami most is családi kézben van maga a lakás, egy bérház, 9 lakás bérház, Ulász utca és Vincer utca sarkán, ilyen a pirosra festett intézmény, amelyik hát sorshelyünk lett, a sorsunkat jelentette, az ostromot is ott éltük át. Tehát ők úgy költöztek be, hogy még nem is volt kívülről bevakolva a ház. Egy nagyon rendes, a Szerencsi csokoládégyárnak a főmérnöke volt a tulajdonos, és ő adta ki ezt a lehetőséget, ezt a lakást nekünk az első emeleten, és hát az utcáknak az nagy ablakai a Vincé utcán néztek, fákkal beültetett, kedves kis csöndes utca volt akkoriban, és hát ott alakult ki az életünk. Születésem után oda kerültem, hiszen az Üllői utcai klinikán szült anyám, és akkor utána megkereszteltek harmadnap Szent László napján a Józsefvárosi templomba, és most nemrég oda hívtak meg egy gyémántmisére. Ugyanakkor az apám névnapjára születtem, mert ez is egy érdekesség volt, jó Istennek egy figyelmessége, hűséges az Isten. Keresztelő Szent János napján. Igen, így igaz. Heten voltak testvérek. Igen, igen. Azt hiszem, hogy ez kegyelmi ajándék mindenkinek. Nagyon, igen. Apámnak az ima könyvéből kihullott egy kis kép, arra gyanítottam, hogy egy lelkizón vett rész akkor még meglévő Manrézában, ott ugye az a Budakeszi út környékén volt ez az intézmény, és ott ő, mint azzal tértem vissza, hogy hát ő vállalja a családot, a népesebb családot is, tehát valami mély lelki indítéka volt erre. A templomjárás az természetes volt akkor nyilvánvaló. Hát úgy, akkor szemem látta épült a Szent Imre templom, mert ugye a templom előtt csak egy Vince, egy Karinti Frigyes utca, de az a Verpét út volt akkoriban, 15 szám alatt, egy ilyen sarok épületnek az alsó földszinti szintjén egy ilyen elalakú üzlet volt,
talán vendéglő korábban, vagy kocsma, és azt a nagyon ügyesen Farkas Alberik hozta össze a társával, ugye akkor nagyon igyekeztek a külső kerületekben, egy újraépülő kerület volt ez a 11 kerület akkoriban, hát ilyen szakrális helyeket találni. És ott indult az élet, de azt nagyon hamar kinőtte a Szent Imre város, a 11. kerület, annak ez a része, és akkor utána egy szükségtermet építettek, mert most is megvan a helyében, már csak a helye, a Szent Imre házunknak most a Margit Gimnázium melletti telke volt ez a beépített terület, és a fölvonási épület még most is létezik ilyen nagyon rossz állapotban, de hát használhatóan ilyen közösségi találkozások tehát számára. A templom, és mondhatjuk, hogy a Szent Imre templom rendkívül fontos szerepet játszott a család hogy életében. Ne, nagyon nagy, oda jártunk el rendszeresen, igen. És ahogy egy emlékben említette, hogy Roncsáli bíboros itt volt, egy kicsit nekem eszembe jutott 1938, hiszen ott pedig 12. Pius pápa, későbbi, vagy Pacelli bíboros, igen, a pápai legátus járt Magyarországon a Szent István ünnepségeken. De ezek fontos pillanatok. Hogy folytatódott az a pillanat, amikor elkötelezte magát a hivatása iránt? Hát, amely itt tartunk, lehet, hogy az is belejátszott, hogy szüleim elmentek a kongresszusnak a nagy esti szentségimlására, és engem nem vittek oda el, korán ledugta az ágyba, és valaki ott mellettem örködött, vagy egy leány, egy ilyen házszás alkalmazott. Tehát azóta is sajgott a szívem ezután, és most megélhettem a második ilyen alkalmat nemrégiben, 21-ben ősszel, de az biztos, hogy nagyon érintettek ezek az élmények, szüleim magatartása. Egyszer elmentek egy délután, és nagyon mosolyogva jöttek vissza. Hát kiderült, hogy a páter Omero és Nál Jezsitán voltak, aki őket összeadta, és hát nyilván beszélgetés vagy szentgyónás lehetett ez az alkalom. Tehát a vallásos légkör nagyon egészségesen, nagyon szabadon, de nálunk élt, és anyám nagyon szeretett összefogni bennünket, de hát az Isten szeretetében. És így történt, hogy valahogyan bennem megébett ez a vágy. Ezt nem tudnám elmondani, ez egy ajándék. Isten hűséges, szoktam mondani, de nem csak mondom, hanem ezt élni szeretném. És úgy gondolom, hogy ez Isten kiszemelt engem erre. Akkorban azért másképp volt a hivatások. Létrejöttem itt napjaimban, most legtöbbször már valamilyen más szolgálat, vagy hivatás, vagy művelődés, vagy szolgálat után, valamilyen munkakör után jön valaki papnak, és ez ma nagyon szükséges is, hogy legyen egy ilyen életismerete. Tehát akkoriban be lehetett nőni a középiskolába az érettség után egy kis papi életre. Igen, hát a döntés felelőssége az megvolt, hiszen azért, ha belegondolunk, már a második világháború történései alatt lett 18 éves, amikor valakinek hivatást kell választania. Ön is ilyen helyzetbe került, hiszen így lett pedagógus. Igen, de hát ennek 51-ben történt ez. Ugye a 45-ös ostrom, ahol éppen életben maradtunk, azért az nagyon megjellegzett. Hát arról nagyon szigorú élményeim vannak. Nagyon fontos időszak lehetett mindenképpen, de én azt gondolom, hogy a második világháború után a hittel élők nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Apám úgy nagyon érdekes, egyszer mentünk a kis kertünkbe, Pasi templom fölött volt, és az úgy úton fölfele emlékszem, hogy magyarázta, hogy hát szigorú idők következnek, kemény idők következnek. Nagyon fontos, de egy kicsit még beszéljünk a családról, hiszen a nagybátyjáról is legendák keringenek, és azt gondolom, hogy egy néhány szót azért ejtsünk róla, hiszen Brückner Józsefről szeretnénk többet tudni. Hát ő apámnál 10 éves volt idősebb, nagyon portált apámat, nagyon sok jót tett vele külföldi utakra, segítette minden szempontból az útmutatásban, ő élen járt. Ugye ő Nagyszombatban tanulhatott még, és onnan aztán csak amikor pappá szentelték, akkor a Sacré-Cœur iskolának lett a lelki atya, és így, hogy nem az anyámnak is hittanára volt. Nagyon szeretett valaki volt, és roppant, nagyon naprakész, nagyon emberszerető, nagyon jó a lélektan érzékenységgel, nagyon jól tudta az embereket megszólítani, a lányokat, és hát egészen másod-harmad ízig lent gondozta őket,
gyereket, unokáikat keresztelt, mindnyájunkat, mind a hetünket. Tehát egy nagyon, de nem volt olyan családi papa, akit mindig ott láttunk, csak futva jött be közénk néha, pár perc ment tovább egy nagy táskával, amikor kiöntötte nálunk a sok mindenféle, akár akkoriban sokat szemült ruhaneműt, amit ő kapott innen-onnan, vagy élelmet, vagy könyveket, és már ment is tovább, tehát odafigyelt ránk, de ilyen futószolgálatban. Visszatérve a tanulmányaira, ugye 1939-ben kezdte a háború kitörésének időpontjában. Hát mi egész eddig háború volt valahol. Igen, annyira, hogy délután jártunk akkor, és tudom, nagyon melegen sütött a napon, szép idő volt, és hogy ilyen hányatutatással kell kezdeni az életet, a tudományos vagy a művelődési életet. Úgyhogy ez tényleg, ez jellegzetes élménye maradt. A középiskola idején már gondolkodott a jövőről, atyám? Hát továbbra is, igen. Ugye közben volt az ostrom ideje, tehát a másodikus korunkban akkor nagyon hamar vége szakadt, még valamikor jóval kellett előtt a tanítási lehetőség. Még az előző évben az a szőnyegbombázás 44 április 3-án, hát az egy nagy-nagy mély élményünk volt, épp, hogy hazarohantuk az iskolából, nem laktam túl messze, és az óvóhelyen, a pincében ott hallottuk, hogy mi történik, és utána egy szőnyegbombás kapott pont a gimnázium környéke, a plebániai Pet környéke. Mindenesetre hát ezek nagyon szigorú élmények voltak. Miként érték meg a második világháború után bekövetkezett úgymond rendszerváltást, a szocialista társadalmat, hiszen tudjuk, hogy jobboldali hittel élő család voltak, a gyermekekkel együtt kitartottak természetesen, de nyilván nem lehetett ez könnyű időszak. Hát nem, szüleim rendszeresen jártak velünk együtt Szentmisre, még hétköznap is elmentek ők ketten. Odafele apám elmondta, hogy mit fog ma tanítani anyámnak, és anyám visszafele pedig, amit családi nevelési dolgokról beszélt vele. Hát ez nagyon hűségesen tették. Hát csendesen és sziklaszilárdan hűségesen kitartottak. Nem volt föltűnő a viselkedésünk, nagyon normálisan, személyesen és összefogva éltünk. Környékünkben általában szerettek bennünket, a családnak sok ismerőse volt, majdnem legtöbb ilyen több gyerekes családok, mint a Párdányi család, háziorvosunk, ugye a Sik József és felesége Margit. Hát ilyen fajta körökben találkoztunk össze egymással, és kikitette a maga kötelességét, munkáját, igen. Ugye 1943-ban kezdte a gimnáziumot, igen. És ez nyilvánvaló, hogy a háború után ért véget. Mi fogadta? Mire készült a gimnáziumi évek alatt? Hát mindenkiben női osztályfőnökön volt, filmre született, ez a Csizma Zia Placid, ez egy másik Placid, nem az ismert Olofzon. Hihetetlen pedáns, csendes ember volt, és egy 70 főre dagadt osztályt össze tudsz fogni. Amikor egyszer nagyon pimaszok voltunk, kivírjuk, egész kipirosodtam, hogy leszült bennünket, és aztán visszajött, és egész általában bocsánat kért, hogy ennyire kiborult önmagából, de ugye akkor a Bernardinumban a rendutánpótlásnál is szerepe volt, ilyen prefektus, vagy valamilyen összefogó szerepe volt, tehát elég sok minden dolga is. Tudott velünk úgy bánni, hogy minden nap, ha valakivel találkozok, az osztálytársakkal megemlítjük. Hát hihetetlen szeretet és tisztelet volt az, amit ő kiváltott a viselkedésével, az odaadásával. Készült a jövőjére, atyám? Hát annyiban, hogy ő mondta az osztályfőnököm, hogy nektek még lehet szerepetek valahol keletfele is, ennyire előreálltó volt, hogy a történelmet úgy egyben észre nyugatot meg keletet, és bennünk mondta, hogy kutya kötelességet ott ébreszte az iránt, hogy a jövőért felelősek leszünk. És a jövőképben a pedagógusi pálya volt a fontos. Hát ez volt elénk adva, mert a ciszterciek nem tanítórend önmagában, de becselből Egerbe átvettük, amikor a jezsuitákat onnan kiebrudálták, átvettük ott a szolgálatot, nem is kapott nagy utalmat az, aki ezt merésze megtette, egy morva származású ciszterci, de végül is ott becsete helyt álltunk mindig, és aztán ez bővült, és mikor már önálló lett Szilszter, nem függött már Henrikótól, a sziléziai apátságtól, akkor az akkori apát átvette a fehérvári iskolát is, tehát így egyre bővült Pécsit, aztán Bajait, és végül Budapesten Békefiremig idejében megépült a gimnáziumunk. És ennek a légköre olyan volt, hogy műveltség, tudomány, hit,
családiasság, apám tudatosan kívánta, hogy Ciszterci gimnáziumban tanuljak, és ő Pirosta növendék volt, nagyon tisztelte őket, hogy kemény tanás volt, de rájegyzett arra, hogy itt van valami családiasság, valami bensőség, személyesség. Anya az osztály meg is látogat bennünket például. És a pedagógusi pálya, az kényszer hát volt? Vagy kényszer, igazán nem, mert hát apám révén, ugye ő is mérnökként tanársára képezte magát, emlékszem, hogy Aradon a nagymama kertjében készült fel a pedagógiai vizsgára, és ugye így lett aztán mérnök tanár 37-től, 1937-től, és hát egyéb volt ez a példa, és ő nagyon odaadóan tanult, és úgy kiderült utólag, hogy hihetetlen tisztelték, szerették, nevét is ismerik, és azóta is számon tartják. Ugyanez a nagybátyám is igaz, és másrészt pedig, hát azt hiszem van is egy ilyen perus véna bennem is, azt gondolom, tehát érdekelt mindig az igazságot, a jót továbbadni. Tehát valahogyan megosztani azt, amit kapok másokkal. Tehát ebbe belefért a matematika, fizika. Az meg azért is fért bele, azban volt egy kis számítás, mert nem akartam, ami hozzám közel van, mit olyan magyar vagy földrajz, milyen humántárgyat tanítani, mert az akkoriban ugye a 50-es évek egész át, az mindenki, az ember kényszerpályára került volna. Azt nem kívántam, hogy ne igazat mondjak, vagy kényszerből tanítsak, és ezért választ a matematikát, de hát sikerült azt is elvégezni, és kicsit volt is rá módom. És ahogy gyakorlom. Olvasom, öcsi bácsinak szólították. Na, ott igen. Mindösszesen 22 esztendős volt. Igen, hát még egy kicsit zöldfű tanár, de ugye a legfiatalabb tanárnő és 10 évvel volt idősebb akkor nálam. Tehát ez adó volt ez a helyzet. Szeretett tanítani? Nagyon, ugye? Igen, igen. Hát egyszer meg is vicceltek az öcsiséggel, mert nagy csöndbe fogadott az osztály. Ott, ahogy az angol kisoronyok iskolája volt, és most egyházi iskola van, ugye, ott a Váci utcában, és nézem, mi van, bemegyek, és egy kis rác, a pedagógusnak kisgyerekét, egy 4-5 éves gyereket ültetek a katedrára öcsiként, és így jutottam be. Hát persze nagyon örültem, hogy ilyen kedves játék fogad, és hát aztán a gyereket megsimogatva szépen kimentő, és ugyanakkor a jövő képében már benne volt mindenképpen, hogy előbb-utóbb csatlakozni fog a rendhez? Hát már akkor csatlakoztam, én érettségi utáni nyáron jelentkeztem Zsigmond Loránnál, egy erdélyi származású, kiváló ciszterci, nagyon mélyen lelkismeretes, művelt és nagyon bölcs ember volt, és ő bennünket összefogott 4-5-5 egész kicsi körbe. És én nála jelentkeztem akkor nyáron, és a Karmelita ünnepen, július 16-án egy ilyen előkészületi ilyen ismerkedésre nyitottunk rá, egyszer egy kirándulás, vagy beszélgetés hétvégi találkozás nyomán indultunk el, és aztán a következő év, tehát akkor 52. január, ez a február 10-én akkor volt a beöltözésünk. Tehát amikor az iskolákat államosították, egy kicsit megint vissza kell lépnünk, hiszen igen. Hogy a hit hogy erősödik meg, ön egyszer úgy fogalmazott, hogy az első áldozás volt az, ami igazán mély nyomot hagyott. Az ennek. Nagyon emlékezetes, a szüleim is nagyon szépen segítettek hozzá, hogy egy ilyen nagyon szép ünnepnapom legyen, igen. Elmélyült napom, igen. Ez egyfajta gondolkodási mód, én azt gondolom, már a családon belül az rányomja a bélyegét a teljes életére. Meg vagy meghívás, én ezt nem tudom jobban szétszedni. Tehát ugyanígy van akármely mai kollégám, aki jelentkezik a papi szolgált vagy szeretesi hivatásra, ez egy meghívás. Annyira, hogy egyik kollégám, aki most éppen meghívott, egy ilyen gyémánmisére mondta, hogy ő vendéglátóipar volt a legmagasabb fokon pápának, és akkori méltósának volt a segítségére vagy szolgálatára, és egy kollega, egy paptárs mondta neki akkoriban, ennek a vendéglős fiúnak, hogy nem volt olyan ügyesen mozogsz, hogy az emberek hogy a pap hivatásod van. És akkor rettenesen zaklatta ez, és végül is eljött papnak, és egy nagyon kiváló lelkipásztor. Jó barátság vagyunk, ő, aki a Mihály Antal, aki ott van az Józsefvárosi templomban. Hát ő nagyon-nagyon szívesen szolgál ebben a hivatásban. Tehát voltak példák és példaképek is. Igen, igen. Hát ez utóbbi, csak ezen igen, át tudom így szemléltetni, hogy az Isten, ha hív, akkor hív, és akkor oda kell figyelni rá. Mert hűséges az Isten, ahogy igen, a jelmondata igen, is igen, szól. Igen, igen. Atyám, én nagyon szépen köszönöm,
és természetesen ezt a beszélgetést folytatjuk. Köszönöm. Kedves nézőink, Brückner Ákos előd atyával az első beszélgetést folytattuk le, mindarról, amit a pappá szentelésének 60. évfordulója kapcsán el fogunk tudni mesélni. Addig is köszönöm figyelmüket, nézzék, én azt hiszem, hogy egy csodapillanatokat fognak megélni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!